Hát amíg a gyerekek a tetőn mászkálnak, addig én megmutatom ezt a helyet. Tényleg nem tudom, hogy hol járunk most. Tehát így elindultunk kirándulni autóval, hárman, a gyerek, két gyerek összünk én. Rátaláltunk erre a helyre, de most például megnézve ezeket a fákat, amit még nem vitt el senki, ez minimum egy éve itt állhat. Itt van egy ajtó, szerintem ez lehetett az irodaépület, mert mögötte van a termelő gyáregység, ez is hát a régről benőtte az inda, ezt is benőtte az inda. Na, szóval, ez például itt be van rúgva. Tehát amíg a gyerkőcök ott van a fönn a tetőn, addig belesek ide. Nézzétek meg! Nézzétek, van ilyen jó kis üvegcserepek, berúgva, elég veszélyes így. Azt mondja, hogy jó kis régi szociál fűtőtest. Mennyit ülhettek itt rajta, meg cigizhettek. Személyi szállítás tilos. Hát pedig én viccből beültem volna, nem tudom mi ez, néztük. Biztos étellift, nem? Úgy hívják az ilyet. Arra. Nem tudom mi arra. Viszont itt vezet fel egy lépcső. Ezt meglassuk. Látom, már valaki próbálkozott a kábelekkel. Más nincs is. Itt valamikor biztos, hogy egy normális út lehetett, mert ott van egy útjelző tábla, hogy arra kell haladni. Tehát ez nem ilyen földes mohás valami volt, hanem rendes út. Ó, csapó ajtó. Ide érkezik a vétellift. Ó, mi be van zárva? Mit az ajtók? Oh, mi van itt te? Gyerkőcök bejöttek ide? Mi a pötös? Szerintem már itt vannak bent. Én mondom. Tudtam, hallottam a hangotokat. Mi a frász van itt, gyerekek? Persze, a nyáklapok hallod. Igen, nézem én is, hogy Budapest 1998. Azt mondja, hogy... Hát ez egy gazdag lelőhely, gyerekek. Rengeteg dokumentum. Rá kéne jönni, hogy mi történt itt, mit? Aha, ő meg ott készült. Te ott akarsz bejönni? Nem. Hanem? Én ott már bejöttem. Lementem, nem szabad bejönnöm, mert ki kell pakolnom itt a cuccokat. Jó. Arra kéne rájönni, hogy mit gyártottak itt. Mindjárt, mint felállt a lámpa. Vaksötét. Mi? Banye! Látod, erről beszélek. Mik ezek? Ezt az egészet úgy, ahogy van, el akarom vinni. Minek? El. Hát jó. De minek? Azért, hagyjál már a kérdéseiddel. Opa, ha rajtad múlna, nem... Opa. Nem viszünk semmit sem, nem kell semmit. Nem, három. Gyere be, segítek. Ilyen ember volt. Mi az? Az egy nyáklap. Nyáklap? Ah, gyere be. Vagy... Nem megy be, majd mindjárt bejöhet később. Ezt is fogja Benjo. Le kell mászlom, hogy azt is, nem ezt is. Ez szüket, minek? Nem viszünk semmit. De igen, hagyjál békén a picsába! Persze, televágod a szobádat. Hagyjál már békén, menjél ki az épületből! Te mit üvöltözöl egyébként? Azt, hogy nem vagy békén. Azt csinálok, amit akarok. Fejezd be. Aha, azt csinálok, amit akarok. Azt se tudod, mi az? Meg mi a való? Felejtsél már engem, de komolyan. Aha, esztergapad, mi? Meg CNC, csak meg ilyenek. Csak hagyjál békén. Inkább derítsük ki, hogy mit csináltak itt. Szarok rá! Mit csináltak itt? Nem, abból nekem nem lesz hasznom. Haszon? A haszon? Na basszus, én nem a haszonért jöttem ide. Na, megyek tovább, körbenézek. Ez meg összeszed mindenféle... Új, de dohos szag van itt egyébként. Mi volt ez, börtön? Á, gyerekek, nagyon sötét van az a baj. Lehet, hogy világosban vagy nagyobb lámpával kell majd ide visszajönnünk. Ez egy nagyon jó hely, nekem nagyon tetszik. Na, például. Azt mondja, hogy Magyar Minőségtársaság.
frankó, tartalom, stb. Oh, ez micsoda gépezet, zúnyilka! Azt mondja, hogy... Na ne! Hát ez egy komputer. Ezt most komolyan mondom, rá is van írva, hogy komputer. Ott egy másik. Hát ez mikor bombázták le ezt a helyet? Be van ázva. Fú, basszus. Aha, onnan. Csöpök be a víz. Micsoda a lemezek, te! Ohohohohoj! 525-ös! Floppy! Parrot! Hát mikor járt itt ember utoljára? Vunyilka, munyilka, gyerekek! Micsoda hely, micsoda kalapács! Hát, nem tudom, szerintem ide vissza fogok jönni világosba, mert már alig látunk valamit. De a fiókok ki vannak húzgálva. Jó, egyet megnézek, ami nincs ki. Benned mi van? Mi? Üres? Ó, dehogy is! Azt mondja, globusz. Szintén globusz! Mi van? Mustárt tárolnak benne? Na nézzük. Irathegyek voltak, valami színezék, meg kolor. Jó régi fűtőtestek. Hát egyet tudok. Ez itt be van állva rendesen. Na jó, most azért piros függöny, ugye? Sátáni momentum. Piros függöny, elhúzódik. És mi van ott mögötte? Most látom, hogy van mögötte valami. A titkok titka. Hát rengeteg dokumentum az biztos. Na jó. Ide érdemes lesz visszajönnünk. Hát ez rengeteg helység van. Ez brutálisan sok helység. És mind tele van ilyen cuccokkal. Az vagy késő érkeztünk ide, sötétedik. Hát ezt már például lerabolták. Innen már elvittek mindent. Szét is verték. Klotyó. Stb. Ablak még nyílik. Kinézünk egy pillanatra. Milyen szél van kint, hallod. Bunyilka, szunkonkó, jó hely. Na mindegy, ti már nem fogjátok ezt látni, még körbe megyek, körbe sétálok. Amit még látok, azt meglesem. De hát már filmezéshez vak sötét van. No pápán.